Ajajajajajaj. Hosszú előke. Arra érdeközben gubancom is lett. Van itt aztán minden. Olyan büdös ez a kukorica, hogy borzalom. Kaptam. Kis pontja, hogy gyorsan vissza akarom dobni, aztán mondok egy-két szót. Hát talán volt 30 cent is. Na, változtak a helyzetek. Körülbelül 20 centit áradt egy óra alatt a víz. Itt látható, hogy azért álltam itt meg, mert a hód bedöntötte a fát, és itt mögötte egy kis öblöt hozott létre, illetve az öböl itt is volt, csak a víz áramlása itt lassabb. Ezért álltam meg. Mindjárt mutatom a büdös kukoricát. Novák Péter úr adománya. Hát azt mondta, hogy ott van dobád. Azt mondja, azt mondta, hogy használjam el. Hát nem kellett kétszer mondani. És be is jött a ponty. Közben azt hittem, már a másikra is kapás van. Elnézést, hogyha ilyen idétlen vagyok, de egy szál papucsba vagyok, aztán már igencsak fázok. Látható. A lényeg az, hogy az etetőanyag ne legyen rikító. Én nekem a múltkorról megmaradt fullasztott csonti, illetve akkor még nem voltak megfulladva a csontik, csak utána lett a látható, van benne csontkukac, bőven. Kukoricapehely. Piros etetőanyag. Meg ez a fekete topmixes. Ezzel sötétítem. De mondom, hát látszik azért. Van benne csont is bőven. Úgyhogy mindjárt mutatom a büdös kukoricát is. Hát ezt majd, hogyha valakit érdekel, megkérdezem a srácot, hogy büdösítette meg, leírom. És akkor átmegy az információ. Ezt a horgot Gergőtől kaptam, Jászberényből. Hát ez ilyen. Ilyen furcsa. A kapásom egy kicsit beljebb volt, ezzel is inkább akkor befele törekszek. Hosszú előkére és pufi golyóra. Hát ez az, amit nem gondoltam volna, hogy a hosszabb előkés, hát most már nem hosszabb, mert összegubbancolódott, de a hosszabb előkés pufi golyó is beválik. Látszik azért itt, van ez 35 cm hosszú
előke, és erre raktam a pofigolyót. Hát most horgászok így először. Ez ugye márnázó szerelék lett volna. Csontival, csak a csontiknak annyi lett. És erre jött a ponty. Erre a hosszú előkés pufigolyóra. Úgyhogy nem a kosár közelébe jött, hanem messzebb. Mindjárt most megpróbálom várni még egy halat. Van ám azt ebben minden. Hát ilyen maradékok. És érdekes módon, hogy erre a hosszú előkére is, hogy bevált a golyó. Erre nem is gondoltam, csak egy hülyeségből bedobtam. Ezzel süllőztem az előbb, és erre jött. Ezzel is befele törekszek, ha már ott volt a kapás. Van ám itt aztán olyan rendetlenség. Na, hogyha valakit érdekel, akkor itt látható a kukorica, büdös, mint a dög. Ezzel így a csónak elé szoktam, csak így egy marékkal, vagy kettővel. Most lehet 2-3-mal is bőven, mert majd anyám jön ki hónap, aztán horgászik. Elnézést az idétlenkedésért, de nem is gondoltam, hogy halat fogok. Ez már biztos, hogy a etetés eredménye, hogy jött a halacska. Meg ilyen kavarodás nagyon sok mindenkivel, gondolom, azért előfordul. Főleg, hogyha megy a kamera a fején, nem akarlak ezzel untatni benneteket, de hogyha kamera van a fejeteken, akkor könnyebb ám hibázni. Na. Úgyhogy így a csónak elé egy marékkal. És a hosszú előkére jött, tehát nem is értem. Amazzal még kapásom se volt eddig. Tehát messziről nézhette, hogy mi a helyzet, vagy nagyon mozgott. Nem tudom. Szóval változtak a viszonyok, áradt a víz, és itt egy jó horgászhely alakult ki, itt mögötte. Tuskós is. Alá is be lehet dobálni. És lassult a víz, mert a hód bedöntötte a fát. Hát majd nő másik. Ez ilyen. Most már várok egy kicsit, hát ha netán dupla kapást sikerül mutatni. Már Amazon rajta van a levél, úgy látom, úgy húzza. Meg lehet, hogy emeszt is. Jobb oldalni rajta van a levél. Hát ez ilyenkor, ez ilyen. Sajnos. Rabló is mozdult, már hallottam. Le is jött a levél. Addig-addig, már menni akartam, mert fáztam. Mondom, megyek. De aztán jött egy kapás. Szerencsére. Szóval hosszabbra kötöttem, mert ezzel meg beszakadtam. Teszünk rá egy nagyobbat a pontnak, hát ha jobban kiemeli a nagyobb. Úgyhogy jött a büdös kukoricára a ponty, gyerek. Ugye ebbe aztán minden van.